amit a kengurukról feltétlenül tudni kell. Mi a kenguru? Ha Ausztráliában vagy állatkertben járunk, és valami fellepattogva, zsebbel lobbal közeleg felénk, majd átugorva felettünk sebesen tovapattog anélkül, hogy szemügyre vehetük volna, nos, akkor biztosak lehetünk abban, hogy az, amit nem láttunk, az a kenguru volt. Milyen is a kenguru? A kenguru majdnem olyan, mint a bolha, ugrál, de nem csíp, és valamivel nagyobb is. Majdnem olyan, mint a zakó, zsebe van, viszont nem kell vasalni. Majdnem olyan, mint a labda, pattog, de ehhez nem kell belerúgni. És nem is pettyes. A kengurúnak rövid a keze, de csak azért, hogy ne érjen le a földre a szatyor, ha a piacra megy. A kenguru nem hord nadrágtartót. Miért? Mert nadrágot se hord. Miért? Mert úgy is lecsúszna a sok ugrálástól, hisz, mint tudjuk, nem hord nadrágtartót. A kenguru ugró tudománya. A kenguru úgy halad, hogy felugrik, és mindig máshova esik vissza. Mert, ha mindig ugyanoda esne le, akkor hamarosan egy mélységes mély gödör fenekén találná magát. Megjegyzendő, ami a víz színén ugrál, az nem kenguru, hanem lapos kavics. Ezért a kengurút nem is érdemes vízbe hajítani. A kenguru 10 métereseket is ugrik, ha kergetik. De még nagyobbakat is ugrik, ha már nem kergetik. Örömében. Egy kenguru könnyedén átugrik egy kenguru ugrásnyi kerítést. Ugyanezt két kenguru is meg tudja tenni. Kivéve, ha szembeugranak. Van fállakó kenguru is. Ez úgy lehetséges, hogy egy alkalommal az illető kenguru nagyobbat ugrott a kelleténél, és hip-hop az ágak között találta magát. Felugrani félt, ezért azóta inkább fakúszó kenguruként mutatkozik be az ismeretleneknek. A kenguru vadászásának 5 legbiztosabb módja. Első mód. Megnézzük, hogy hol fog felugrani, és kiteszünk egy ugrálni tilos táblát. Ha az illető kenguru szabálytisztelő, akkor állva várja, hogy megfoghassuk. Második mód. Ha az illető kenguru nem szabálytisztelő, akkor megvárjuk, míg felugrik, megnézzük, hogy hova fog leesni, és ott beragasztózzuk a földet. Harmadik mód. Faragunk egy kis kőkengurut. Negyedik mód. Leitatjuk. Ötödik mód. Tükröt teszünk eléje. A kenguru zsebe. Mit nem hord a zsebében? Zsebórát. Mert sehova nem kell időre érkeznie. Zsebrádiót, mert nem érdeklik a világ dolgai. Zsebkést, mert úgy is elveszítené. Zsebpénzt, mert sosincs egy vasose. Zseblámpát, mert úgy sem kapna bele elemet. Zsebtükröt, mert nem hiú. Zsebkendőt, mert a jól neveltsége hézagos, és egyébként is. Legyünk őszinték, mit kezdhetne ezekkel a kacatokkal egy kenguru? Hogy mit hord a zsebében? Helyesebben kit? Általában a kis kengurút. Ezt mindenki tudja. De az előre rátó kenguru egy kis zsebkönyvet is hord a zsebében. Ha nem jut eszébe, hogy mit is hord a zsebében, csak előveszi a zsebéből ezt a kis könyvecskét, felüti ezen az oldalon, és már is megtudhatja belőle, hogy mit is hord a kenguru a zsebében. Komoly gyanú. Lehet, hogy nem is olyan oktalan állat ez a kenguru. Ha fal zsebe lenne, hordhatna benne fésűt is. De nincs fal zsebe. Ha belső zsebe lenne, senki nem tudná, hogy mit hordana benne. Ha egyáltalán nem lenne zsebe, kénytelen lenne különleges babakocsival járni. Na persze, ha nem zsebe lenne, lehetne fiókja, lehetne ajtaja, lehetne polca, lehetne rajta fogas is. Na persze. Ha esik, a kenguru zsebe vízzel lesz tele. Ahhoz, hogy megszabaduljon tőle, felre kell állnia. A sajátjára természetesen. Sajátságos kenguru fajták. Gödörbe esett kenguru. Az ajtón épp az imént bement kenguru. Légi kenguru. Tubus kenguru. Valamit a kenguru farkáról. Nagy farka van. Azért van nagy farka, hogy ugráskor egyensúlyban tudjon maradni. Ha kisebb farka lenne, orra esne. Ha nem lenne farka, még nevetséges is lenne. Ha még nagyobb farka lenne. Kerekek kellenének rá. Vagy egy léggömb. De legalábbis egy madzag. Mire a legjobb használni a kengurut? Akinek kisebb méretű kengurúja van, az tarthatja az erszényében a színes ceruzáit. Akinek nagyobb kengurúja van, az vegyen nagyobb színes ceruzákat. Falfestésre kiválóan alkalmas. Viszont a kenguru egyáltalán nem alkalmas pincének, mert kilötyögteti a levest.
A türelemjátékok pedig sajátságos vitelkedésre forgathatják. A kengurúk Afrikában nincsenek. A kengurúk Amerikában sincsenek. A kengurúk Európában. Állítólag 5 kengurú egyszer réges-régen német földre jutott. Hú! Kitűnően érezték magukat, és egymást. Sokasodtak, gyarapodtak. Élvezték a nyarat, az őszt is, meg a telet, hát még a tavaszt. Aztán egyszer csak eltűntek nyomtalanul. Talán lehet, hogy itt se voltak? Ki tud róluk? Eltűnt kengurukat keresünk. Állítólag itt voltak. Erszényük van, nagy farkuk, és ugrálnak. Különös ismertetőjelük, hogy a jobb és a bal fülüket külön-külön tudják mozgatni. Aki megtalálja őket, mondja meg nekik, hogy megvannak! Amit az orrszarvukról feltétlenül tudni kell. Nincs orrszarvuk tövis nélkül. A világ az orrszarvatlanokból és az orrszarvúakból áll. Az orrszarvatlanok közé tartozik a zsiráf, az elefánt, a teve, a bögre, a kaktusz és a kenguru. Az orrszarvúak közé csak az orrszarvúak tartoznak. Az orrszarvú egy szegény trópusi állat. Szinte semmije sincs, csak melege. Ízlése sincs. A felesége pont úgy néz ki, mint ő. Előnytelen fizimiskája miatt szereti a jelmezbálokat. Olyankor mindig zöld paprikának öltözik. A testén pontosan annyi a szőr, mint egy luftballonon. De sose pukkad ki, mert a bőre sokkal vastagabb, mint a luftballoné. Olyan vastag, hogy alig marad benne hely saját magának. Mérhetetlenül nehéz állat. Több tonnát nyom, de ha még több tonnát teszünk alá, akkor még több tonnát nyom. Végtelenül és féktelenül utromba. Ahova lép, ott romba dől minden. Kőkövön, fűfűvön, fafavon nem marad. A lábai. A lábai rövidek és vastagok. Lehetnének talán hosszúak és vékonyak? Ugye nem? A nyelve. A nyelve akkora nagy, hogy egy hatalmas adag fagylaltot egy nyalásra elnyal. Sőt, az orrszarva végét is könnyedén megnyalhatná, ha akarná, de ennek nem látja semmi értelmét, úgyhogy nem akarja. A feje. Az orrszarvú feje kimondottan hosszúkás, vízszintes irányban természetesen, függőlegesen néze ugyanis kifejezetten rövidkés. Ráadásul ezek az arányok és irányok gyakran változnak. Ez azonban ne juttasson bennünket téves következtetésekre. Az orrszarvú feje nincs gumiból, csak időnként lehajtja, és akkor vízszintesen rövidkés és függőlegesen hosszúkás. A fának futó orrszarvú feje viszont különleges, se nem hosszúkás, se nem rövidkés, hanem határozottan középkés, és a megszokottnál is gyűröttebb. Az eredeti formája csak akkor áll a helyére, ha egy nagyobb faág esik a fejére. Az orrszarvú esze. Az orrszarvú bamba. Órákig képes egy pontra bámulni, sőt, a kitömött orrszarvú még tovább is. Szúrószarv tompa agy. Minden többször kell elismételni neki, hogy megértse. 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 Sokszor még a fű is magas neki, olyan magas, hogy teljesen elnyeli. De van, hogy ő nyeli el a magas füvet teljesen. Nehéz felfogása miatt könnyű a megfogása. Elég, ha egy fűvel teli ketrecet teszünk az útjába és ráírjuk. Ez nem ketrec. Az orrszarvú megnyugodva besétál, és még az ajtót is becsukja belülről. Szénát is eszik, de csak meleg szénát. A hideg szénától ugyanis szénanáthát kap. Az orrszarvú látása és hallása. Az orrszarva miatt sokszor bandzsit. A hallása változó. Ha egy elefánt szól hozzá, akkor nagyot hal. Ha egy béka szól hozzá, akkor viszont kicsit hal. És bár nem süket, mégis van, hogy semmit se hal. Az állatorvos tudomány szerint ennek az az oka, hogy néha csend van.
Végül is milyen a hallása? Aki még nem hallotta énekelni, az azt állítja, hogy jó. Az orrszarvú dala. Az orrszarvú csak ritkán énekel, hála az égnek, akkor viszont a következő dal dalolja orrhangon, sajnos. Távozz öröm, távozz bú, én vagyok az orrszarvú. Hadd maradok egy kedvű, én vagyok az orrszervű. Miért van orrszarva az orrszarvúnak? Hogy legyen miről elnevezni. Orrszarv nélkül ugyan minek nevezhetnénk? Ráncos bőrű szürke trampinak? Hát ez bizony nem lenne a legjobb név. Vagy hívnánk így az az állat, akinek orrszarva kéne, hogy legyen, de nincs neki? Nem, ez meg hosszú lenne. Miért orrszarva van az orrszarvúnak? Mert orrszarvúnak hívják. Mert ha hátszarvúnak hívnák, akkor hátszarva lenne. Ha sarkantyúszarvú lenne a neve, akkor sarkantyúszarva lenne. Leadná akár fogszarvú vagy oldalszarvú, de fölöslegesen. Az orrszarv. Az orrszarvú tehát arról nevezetes, hogy egy vagy két orrszarvat hord az orrán. Az orrszarv nagyon hasznos találmány, mert az orrszarvú fogóckozhat vele a villamoson. Továbbá perecet is árulhat, használhatja napórának. Sőt, kényelmesen olvasgathat a segítségével. Villámhárítónak is megteszi. S ha az orrszarvú elromlik az úton, az orrszarvára köthető a vontatókötél. De az orrszarv legfőbb haszna az, hogy két orrszarvú gyönyörű szép harisnyát tud kötni vele. Az orrszarvú hangulatai. Az orrszarvú érzelmeit az orrszarván láthatjuk. Például így néz ki, ha szomorú. Így, ha mérges. Így, ha ijedt. Így, ha szerelmes. És így, ha letört. Vigyázat! Az orrszarvú veszedelmes állat. Kivéve a tengeri orrszarvút, mert olyan nincs is. De a szárazföldi orrszarvú valóban félelmetes. Az árnyéka is csak tisztes távolból meri követni. Olyan félelmetes, hogyha azt kiáltja hú, hát még ő maga is remegni kezd, és futásnak ered. Az orrszarvú a ház körül okoz némi gondot. Kiszúrja a labdát. Összelapítja a kalapot, azaz összekalapítja. Kiürüti a jégszekrényt. Leszakítja a liftet. Elfoglalja az ágyat. Hogyan állapítható meg az orrszarvú életkora? Egyszerű mondhatnánk, csak meg kell számolni az évgyűrűit, de az orrszarvúnak nincsenek évgyűrűi. Kérdezzük talán meg tőle, hogy hány éves, dehogy. Az orrszarvúnak fogalma sincs arról, hogy hány éves. Az igazi módszer, várjuk meg a születésnapját, ahány gyertyát kap a tortájára, annyi éves. Ez például egy másfél éves orrszarvú. Miből lesz az orrszarvú? Tojásból kell ki? Nem. Gyártják? Nem. Gyurmából gyúrják? Esetleg. Varják? Néha. Festik? Azt is. De a legtöbbször pénzből lesz az orrszarvú. Az orrszarvú gyűjtők meg az állatkertek mind-mind vásárolják. Ja, és a cirkuszosok is. Az orrszarvú cirkusz. Az orrszarvú kimondottan cirkuszi fellépésekre termett. Jó egyensúlyozó. Ellenállhatatlan bohóc. Nagyszerű légtornász. Ügyes zsonglőr és kötéltáncos, ha elég vastag a kötél. Egy ide kapcsolódó megfigyelés. Ha az orrszarvú leesik valahonnan, mindig talpra esik, vagy nem. Csak egy a biztos, kisebb-nagyobb földrengés lesz, attól függően, hogy milyen magasról esik le. Egyes népek szerint az orrszarvú szent állat. Szerintük a föld egy hatalmas orrszarvú hatalmas orrszarván forog. Más népek szerint ennek a fordítottja igaz. Megint más népek szerint ez teljesen mindegy. A lényeg, hogy az étel-ital meglegyen. És ha nem létezne az orrszarvú, bizony egy szépséges szép lényjel lennénk szegényebbek, és ezért nagyon szomorúak volnánk, bizony. Ez az állat egészen egyszerűen lebilincselő. Amit a békákról feltétlenül tudni kell. A béka többnyire zöld színű, a fű is többnyire zöld, mégse béka. A béka hosszú lábú, a bászék is hosszú lábú, de mégse béka.
A békák